fogatok felvonulásával vette kezdetét a 18. alkalommal megrendezett Pródi Falunap és 16. térségi fogadhajtó verseny július 24-én. A himnusz elhangzását követően a megjelenteket Molnár Imre egyesületi elnök képviselő köszöntötte. Tiba István országgyűlési képviselő köszöntőjében elismerését fejezte ki a fogadhajtóknak. A megnyitót követően Inázi Anna és Inázi Károly csikós bemutatóját tekinthette meg a közönség. A csikósok nyerge is speciális, az úgynevezett csikós nyereklics, vagy patrasznak is hívják, ez tulajdonképpen egy nagyon-nagyon egyszerű eszköz, hisz egy posztó darabra van egy bőrdarab karma, ahhoz pedig a kengyel és a kengyelszék erősítve, egy nagyon-nagyon egyszerű szerkezet, nincs is. Ruhákkal állva is csergetnek csikósaink. Hogyan készültetek a mai napra, ugyanis egy csikós bemutatót láthattunk tőletek? Hát otthon mentünk ki edzeni, ugye ott a düllőn, meg bent lefektettük egyszer-kétszer őket a kertben, és így naponta mindig egy párszor, hogy csak visszarázódjanak, mert nem mindig szoktunk járni bemutatóra, így egyszer-egyszer mikor van, oda mindig el szoktunk menni, és készülni kell, hogy biztos jól menjen. Mióta foglalkozol ezekkel a bemutatókkal, mióta gyakorlod őket, illetve mit lehet tudni a lovadról? Hát a bemutatózni 6 éves koromban kezdtem el, akkor mentem az első bemutatómra. A lovam neve Apacs, ő egy 5 éves félvér sportbóni, pejtarka a színe. A programokról a szervező Hortó János számolt be a stábunknak. Örömmel vettük tudomásul, hogy ismét meg lehet rendezni a járvány miatt a hagyományos falunapot. Várták az emberek már ezt nagyon, mert ugye ez a jó év, másfél év, a bezártság, mindenki örömmel készült, szépítette a környezetét, és várják a programokat. Milyen programokkal készültek a mai napra a szervezők? Hát ugye zenés ébresztővel kezdtünk, aztán Sándor László az ütős együttessel jön, Kacor Ferenc lesz a sztár vendég, népzenei együttes is jön, gyerekeknek is lesz kuckó játék, aztán különböző futball is lesz, elég nehezen jött össze, de négy csapat összejött. Úgyhogy reméljük az idő kegyes lesz, mert általában mindig az eső meg szokta zavarni. És úgy néz ki, hogy jó az idő. Fő a marha és a birkapörkölt, vagy 15 üstel, meg babgulyás. És megérkeztek az árusok is, popcorn, fagyi, akkor lángosos, különböző gyerekjátékok, kézműves termékek. Reméljük, mindenki jól érzi magát. A látogatók között sokan a fogadhajtó versenyre voltak kíváncsiak. Hát minden eszendőben a fogadhajtáson én mindig kizottam jönni, mert a lovakat nagyon szoktam pártani. Sok volt valamikor nekem is, de hát már most már a kornak nem megfelelő, már nem kell. Mert már most nem győzöm élni, már gondozni őket. Milyen programokat vár még esetleg a mai napon a fogadhajtáson kívül? Hát én csak azt a fogadhajtást várom meg, azt utána megyek haza, mert úgyhogy már idejönnek muszáj, mert már a 89-et taposom. Úgyhogy hát én már most már túl sokáig nem szoktam kint lenni. Miért látogatok ki a mai napra? Hát a fogatosokat nagyon sokat ismerek, mert a kocsikat is szoktam csinálgatni, rúdokat, hámpát, alauból, a felszereléseket tudom csinálgatni, szánkót csinálok, és meg minden is azért jöttem ki ide a lovasnapokra. A jövő héten meg Vidre megyünk, utána meg megint Böszörményben, szeretem így nézegetni, mert hozzátartozik a szakmám, ha kerékgyártó vagyok, meg parkettás is, ugye. Szoktunk ilyesmit csinálgatni.
most is Fehér Taurul kerestek meg, oda is dolgozni kell. Az előtt Nánásra lőcsösszekeret újítottunk fel, kettőt is, itt beszélünk minden, tiszta újat csináltam, lőcsösszekeret. Említette, hogy ez a szakmája, esetleg önnek is voltak korábban lovai? Hát nem voltak lovaim, édesapámnak tehénfogat volt, mert volt lova fiatal korában, de 45-ben elvitték a lovakat, és utána a hám az megmaradt, meg tanyám voltunk, ott volt a föld közel, és a tehénnel elboldogultunk, minden munkát megtudtunk vele. Szántottunk, petettünk, boronáltunk. Milyen programokat vár még esetleg a mai napon? Hát, megnézegetem a műsorokat. Már azért is jöttem ki, hogy a mai napot erre szántuk, és akkor körbenézegetünk mindenfele, meg ismerősökkel is találkozunk. Most is egyre egy ismerősöm, amarrébb is vannak. Vannak ilyen lovas ismerősök is. Igen, ezért látogatunk ki. Páska Nancy Hajdúszovátról érkezett. Most hajtunk Pródon először, több versenyen már részt vettünk, de még itt csak most jöttünk ide. Hogyan készültetek a mai versenyre? Hát minden héten gyakorolunk velük, szóval úgy készültünk, hogy az első hely meg lesz. Mit lehet tudni a fogatódról? Hát ő Johnny, ő Hugi, és még csak 4 évesek, tehát ők még tanulók, fiatalok. A falunapon több színes programra is várták a látogatókat. Aki akart, a foci meccsen mérhette össze tudását, de a délelőtt folyamán a Kuckó művésztanya előadására is várták a falunapra látogatókat. Szintén ugyanezen a napon adták át a Nemzeti Összetartozás emlékművét. Hortó János, a Pródi Falom Közhasznú Egyesület elnöke, beszédében elhangzott fia ifjabb Hortó János tervei alapján készült el az emlékmű, melyet a falunap alkalmából készítettek. Az emlékmű a Trianon következtében határon túl maradt honfitársaknak állít emléket. Tiba István országgyűlési képviselő és Molnár Imre képviselő gondolatai után Lomán Péter, a Bocskai téri református egyházközség lelkipásztora Pál apostol szavait idézte. Végezetül a szalag átvágásával felavatásra került az emlékmű.